mocskákat, és így mit csináltak a mamocskák? Gyúrták a tésztát. Hogy gyúrták a tésztát? Gyúrták! Szagadták ki a mézes halmocskát. Hogy szagadták ki a mézes halmocskát? Utassták oda. Aztán fogták a tepsit, megfogjuk a tepsit, hozzuk meg a tepsit, és betesszük a kemencébe. És a utána csomagolták a szaloncukrot. És a télapot nagyon elégedett ma, de minden manócska szorgalmasan dolgozott. Télapot fogta a nagyfőnyét, végiglapozta, és bejelölte a ferutára. A ajándékok megvannak. Megvannak a szaloncukrok is. És Télapó, ahogy a végére ért a könyvnek, hirtelen megállt, és szétnézett. Valami nem stimmel. Hát az egyik manócska hiányzik, hát az egyik ajándék még nincs kész. És a Télapó megkérdezte a többieket, a Benőke hol van? Nem láttátok a Benőkét? Télapó elgondolkodott, ez így nem lesz jó. Nekem még egy ajándék hiányzik, mert itt nekem egy kislány, aki egy nagyon nagy városban lakik. Milyen nagy városban? És egy ekkora nagy magas ház legtetején. És képzeljétek, abban a városban nem esett még hó soha. Ti már láttatok valamit? És ez a kislány nagyon szeretne egy hóembert a szobájába. És a Benőke manó azt a feladatot látta, hogy készítsen egy hóembert, amit a Télapó elvihet a kislánynak, de nem áll akar milyen hóembert, hanem játék hóembert, ami nem olvad szét, mire a Télapó odaér. Télapó nézett az egyik sarokban, nézett a másikba, Benőkét sehol nem látta, egyszer csak kinézett az ablakon, és meglátta, Benőke kint játszott a hóba. Télapó azt mondta, ez így nem lesz jó, Benőke kint játszik, és ő lesz azzal a hóemberrel. Gyorsan kiment Benőke után, és azt mondta neki, Benőke, neked mit kellett csinálnod? Télapó, én tudom, hóember. Benőke, de nem hóból, hanem játékból. Télapó, de én megcsináltam, meg is tudom mutatni a gyerekeknek, akarjátok? Mutasd meg Benőke, vedd szépen elő, hogy a gyerekek elhiggyék, hogy te egy ügyes mamó vagy, és szorgalmas, és hallgatsz az én szavamra. És Benőke elővette, nézzétek csak, milyen szép hóember csinálta Benőke. Nézzétek. Ügyes volt ez a Benőke? Igen! Tapsoljuk meg Benőkét. És Télapó azt mondta neki, hát jól van, Benőke. Látom, hogy szófogadó, rendes mamócska vagy. Akkor most már szépen hitett a hóember, és csomagold be, hogy el tudjam vinni a gyerekeknek. Télapó, Télapó, de én még nem csak azért jöttem ki, hogy a hóba játszak. Van nekem még más dolgom is. Komolyan, Benőke. És mit csináltál még ide ki? Hát mi? Elmentem megetetni a rénszarvasokat. Mindetiket megetettem, mind a 9-et. Igen, és mit adtam nekik Benőke? Gyerekek, szerintetek mit adott Benőke a rénszarvasoknak? Színácskát, és még mit is? Szabocskát. És még mit szeret meg a pénztarvasoknak? Füvecskét. És itt meg is kitatta őket Benőke. És mivel kitatta meg a pénztarvasoknak? Már nagyon szólt a csengettyű, és ki volt ez a piros sorú, mit gondoltam? A rénszarva! És hogy mondják a piros sorú rénszarva? Rudolf! És miért piros ennek a Rudolfnak az orra, mit gondoltam? Mert ideg is, de nem csak azért. A rénszarva! Télapó elmondja nektek, jó? A Rudolfnak!
és az orrát, mert lámpácska van benne, hogy este, ha megyek a sötétbe, világítson nekem. Télapok, indulhatunk, indulhatunk, én már nagyon szeretnék. Jól van, Rudolf, akkor bemegyek, megmondom a mamócskáknak, hogy mindent készítsenek össze, te meg szólj a többieknek, hozom a szánkót, és elindulunk lassan. Szervusztok, gyerekek, jöttünk a Télapóval. A Télapó akkor azt mondta, én ezt a nagy könyvet el is tehetem, mert most már látom, minden elő van készítve. Elindulhatok a nagy útra, és a Télapó elindul, és a Rudolf szépen csilingelt, és hallgassátok csak, szerintem már hamarosan ide is ér. Hallgassuk csak, megnézzük, hogy ez a Rudolf hogy énekel út közben, mert ez egy nagyon pincű tényfarvas. Thank you.
pihene. Mert nagyon elmagyom fáradva. Nagyon-nagyon sok utat megtettem. Hosszú úton jöttem, hogy ezekhez a szép gyerekekhez, okos gyerekekhez, és szót fogadó gyerekekhez megérkezzek. Nagyon el vagyok már fáradva, mert nagyon öreg vagyok. És mindenbe segít nekem az én rénszarvasom. Bizony gondoltam is rátok, és hoztam nektek finomságokat, meg mimit amok a csomagba, virgács is található. Gyerekek, vártatok nagyon? És biztos készítettetek nekem egy kis előadást. Igen! Én addig megpihenek, és megkérlek titeket, hogy valami szépen szavaljatok, daloljatok. Mikulás, 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 jó! Yeah.
Allora, gyere, Lóra, tényleg
Te is láttad a Mikulást? Ja, igen.
Hallottátok, gyerekek, az ígéretet, ha még simogasd meg, hol meg az orrát. Hallottuk.
Hallottátok? Igen! Én még egyszer. Csendben súgja, csak súgja, ki fogja hallani, súg. Hallottátok? Igen! Nagyon komolyan meg kell ígérnie. És te mit kérsz a télapónál? Hallottátok? Igen! Én elhiszem. Biztos megígér, hogy elpakolja a játékot is maga után, mielőtt hazamegy. Igazom én fog. Megígérem. Milyen szép kislánynak meg elhazamegy. Szabi, gyere, gyere, gyere! No, szabad! Itt maga és tanulni. Gyerekek, egy picikét hallgassátok a nagy ígéreteket! Téla folyt, aranyos kisfiú, de szeret ígérgetni, de aztán meg nem tartja be. Nem hiszem. De ugye már meg fogod csinálni, amit megígér. Ha betartod az ígéretet, gyerekek, hallottátok? Igen! Akkor meg fogja ő is kapni a jó Mikulástól a csomagot. Gyere, Dávid, gyere, 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 gyere! Akkor ez is egy aranyos kis fiú, csak egy kicsit halkabb lehet. Megígéred, hogy másképp fog viselkedni, nem fog alkoskodni? Megígéred? Elviszi a nyomikulát. Szívesen? Volt a kis aranyos előke. Hogy szoktál kiabálni? Mutasd meg. Gyerekek, hallgassátok, hogy szokott kiabálni. Na, hogy szoktál? Na, és hogy mutasd meg. Nem is tud ő kiabálni. Nem is. Hiszem, hogy kiabálni. Nem leszel kiabáló. Jó Mikulás hozta neked is a nyakadó. Balázs Bári. Balázs Bári. Bálinta. Nem hallja Bálinta nevét. Nem hallja a nevét. Szervusz Bálinta. Mit mond a rénszarvas? Mit ígérsz a Mikulásnak? Eljövök bizony minden évben. Tessék! Nagyon jó! Zolika, gyere, gyere! Gyere, Zolika, gyere! Szervusz, Zolika! Mit mond a rénszarvas? Hallgassátok! Nagyon csendben van, de azért nem mit mondja. Mit ígérsz? Oda fogsz figyelni jobban. Tessék! Mikulás, neked is a fogad. Rád is vár a sok finomság. Ez a kis ráncos fogadó-e? Egy picikét jobban oda kell figyelni, hogy komolyan. Jönnünk, Sanet! Egy nagyon aranyos kislány! Szeretnél súgni a Mikulásnak? De szépen ki vagy öltözködve. Te mit fogsz ígérni a Mikulásnak? Hogy? Aranyosra?
fai? E da chi se la andranno? Sarebbe subito di curarlo? Chi è solo la negarezza, Marika néni, hol bújtál? És a Marika néni,
panneli. Carito, isco forcio logo. Carito, mi ti gira, mi culasna. Io hai scritto di gira. Nadio? E io si sono in poi, vol puttana. E mi sa di gira, isco con mi culasna. E se mi ti Deva neri, ő is megérte, mi a szolgatot. Deva neri, igen, valami. Gyerekek! Mit gondoltok? Van még valami? Rejtegett még valamit ez a kutyon? Nem szeretne senki beleülni, hogy elvigyen. Nikolász, szeretnéd próbálni? Nem viszlek messzire. Gyerekek! Hogy ott volt, hogy